kedves Várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai Isten tiszteletünkön. Nagyon jól ismert ige, a hét igéje, ami így szól. Így szól az Úr, a te Teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, nevelen szólítottalak, enyém vagy. Jól tudjuk, hogy mekkora ajándék az, hogy mi Istené lehetünk, az ő gyermekei lehetünk, de mai igéből látni fogjuk, hogy ehhez kapcsolódnak a mi életünkben feladatok, és kapcsolódik nagyon komoly felelősség is. Hogyan éljük a hétköznapjainkat, mi az, ami ott van a szívünkben és a lelkünkben. Ezzel a reménységgel, ezzel a bizalommal és örömmel kezdjük az Isten tiszteletünket, hogy mi az Istené vagyunk, Jézus Krisztus tulajdona vagyunk, és hogyan az Isten ahhoz nekünk bölcsességet, őszinte szembenézést önmagunkkal, hogy tudjunk valóban az ő útján is járni. A mai Isten tiszteletünk az teljesen a megszokott rend szerint fog menni. A 389-es énekkel kezdjük az Isten tiszteletet, és utána pedig a hetes liturgiát fogjuk énekelni. Így legyen Isten áldását a mai Isten tiszteletünkön. Foglaljunk helyet, és a kezdő énekkel kezdjük el a mai Isten tiszteletünket. Thank you.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram, üdvözítsd népedet és áld meg örökségedet. Légy pásztora és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztallak énekemmel. A keresztség által ugyanis eltemetettünk vele a halálba, hogy
hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, hogy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egy életünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta, mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Boldogok, akik nem csak hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság együtt az Isten. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amit Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra rendelt, és megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetében, a 20. verstől a következőképpen. Jézus ott ül a hegyen, és éppen a hegyi beszédet mondja el a tanítványainak, és ennek a hegyi beszédnek az elején Jézus a törvényt magyarázza, és ebből az ige szakaszból való a mai igénk. Ezt mondja Jézus az őt hallgató sokasságnak. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem bújja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, adott ajándékodat az oltár előtt, menj el, végülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe ne kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Testvéreim, talán többen, akik szokták nézni a televíziót, látják azt, hogy mostanában nagyon sok felé reklámozzák a Majmok bolygója című filmnek a 3. részét. Egy ilyen filmet nem néznék meg a moziba, igyekszem más filmeket megnézni, ha néha eljutok odáig, de tegnap este a tévé ennek a filmnek egy korábbi részét, a 2. részét adta le. Történet arról szól, hogy emberek próbálnak különböző gyógyszerekkel kísérletezni, és ahogy lenni szokott a kísérleti majmokon, ez különböző változásokat hoz elő. Megnő az intelligenciájuk, majd különböző problémák miatt ezek a majmok elszöknek, és egy külön civilizációt, egy külön társadalmat alakítanak ki. Nagyon kezdetleges nyelven elkezdenek beszélni, megvannak a különböző rangsorok, próbálják alakítani és formálni az életüket ezek a majmok, és nem egyszer előtérbe kerül köztük a feszültség, az indulat. És amikor egy-egy ilyen feszült helyzetben ezek a majmok egymásnak esnek, a filmnek az egyik ilyen nagy jelenetében Cézár, aki az egész majom kolóniának a vezetője, egy nagyon rossz indulatú majommal összeverekszik, és már folytogatja őt, akkor egy pillanatra megáll, és ellágyul az arca, és azt mondja, hogy a majom nem öl majmot. És ez többször előkerül a filmben. Egy alaptörvény, egy alapigazság, a majom nem öl majmot. És utána ez az egész társadalom elromlik, különböző harcok és feszültségek lesznek, és eljutnak odáig, hogy a majmoknak egy része is gyilkossá válik. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor belénk emberekbe is belénk teremtette ezt az alapigazságot, hogy az ember nem öl embert. És amikor megtörténik az első bűneset, az Istennel szembeszáll az ember, akkor ezt követi egyből a második bűneset, amikor emberről embert, Kain meggyilkolja az ő testvérét, Ábelt. És onnantól kezdve a gyilkolás, az ölés ott van az egész emberiség életében. És mindenki tudta, hogy ez nem jó, de újra és újra emberek támadtak emberek ellen, emberek öltek meg embereket, akár háborúban, akár alantas módon az utcasarkon, egyre több lett a gyilkosság, egyre többen haltak meg. És hogy ez nem jó, ezt nagyon jól tudta az Isten, nagyon jól tudta a törvény, és megjelent a 10 parancsolat, amelyikben benne van ez a nagyon-nagyon rövid mondat, de annál fontosabb, ne ölj. Ezt nem a zsidók találták ki. Időszámításunk előtt 18-19. Században, tehát csaknem 2000 évvel Krisztus előtt Hammurápi törvény oszlopán már rajta van ez a parancs, ugyanúgy, mint a 10 parancsolatban, ne ölj. És a zsidóság, amikor ezt a parancsolatot megkapta, akkor elkezdte ezt a parancsolatot magyarázni. Nagyon féltek attól, hogy a parancsolatokat áthágják, és ez igaz, nem csak a ne ölj parancsolatra, ne paráználkodjon, ne lopjon, és elkezdték megmagyarázni,
magyarázni, ez pontosan mit is jelent. És elkezdtek különbséget tenni a szándékos és nem szándékos emberölés között. Különbséget tenni a különböző ítéletek között. Csak egy példát hadd olvassak Mózes 3. könyvéből. Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal kell büntetnie. De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová elmenekülhet. Ha pedig valaki szánt szándékkal tör vele barátjára és orvosolni meg, az ilyet oltáromtól is vidd el és halljon meg. Igen, a Szentírás már különbséget tesz a szándékos emberölés és a baleset között, meg voltak különböző fokozatai, és Jézus korára ezt már nagyon szépen körbe tudták írni, és talán a 10 parancsolatból a ne ülj volt az, amiben a rabbik is leginkább megegyeztek, hogy mit jelent az ölés és mit nem. Jól tudjuk, hogy voltak különböző parancsok és törvények, akár a vállással kapcsolatosak, amit a rabbik egészen különböző módon értettek, volt, aki konzervatívabb, volt, aki liberálisabb volt, ezt szerint magyarázta, de a ne ülj parancsolat Jézus korára kialakult egy konkrét parancsolata, és jól tudták az emberek, hogy ez mit jelent. És azt tanította a korabeli zsidóság és a farizeusok, hogy itt van ez a parancsolat, ezt kell megtartani. Erre kell vigyázni, hogy nehogy megszegd ezt a parancsolatot. És amikor Jézus megjelenik, akkor úgy, mint a korának a többi vándortanítója, ő is fellép azzal az igénnyel, hogy magyarázza a parancsolatokat. És az embereket ez nagyon érdekelte, hogy ki hogy érti ezeket a dolgokat. Ki az, aki ezt még pontosabban tudja magyarázni. Ki az, aki egy kicsit megengedő. És Jézus, amikor megjelenik, akkor elmondja a parancsolatokat ő is. Ne őj, ne paráználkodj és a többit. És utána hozzáteszi, én pedig azt mondom nektek. És itt az egész történet megváltozik. Jézus Isten igénnyel hív fel, és azt mondja, hogy én most elmondom nektek, hogy mindez mit jelent. És ebben, amikor Jézus elkezdi magyarázni, van egy nagyon-nagyon komoly újdonság. Amikor Jézus azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mi van a szívedben. Menjünk sokkal mélyebbre. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy te valakit fejbe vágtál-e már az utcasarkon. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy öltél-e már akár háborúba, vagy bárhol máshol, vagy zelótaként föllázadtál-e a rómaiak ellen. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi van a szívedben. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a szívedben megtartod-e ezt a parancsolatot. És ez teljesen idegen volt a farizeusoktól. A farizeusok azt mondták, hogy az a lényeg, hogy én tisztának látszak, az a lényeg, hogy én külsőleg megtartsam ezeket a dolgokat, de azzal ne foglalkozzon senki, hogy mi van az én szívemben. Én nem csalom meg fizikailag a feleségemet, de senki ne foglalkozzon azzal, hogy közben mit gondolok másik nőről. Ennyire nem menjünk mélyre. És azt mondja Jézus, hogy az egész parancsolatnak itt van a lényege. Az egésznek a lényege pont az, hogy mi van a szívedben. Azt mondja Jézus, én nem elégszem meg azzal, hogy te jónak látszol. Én azt szeretném, ha valóban az is lennél. Azt szeretném, ha valóban a mélyebbre mernél evezni. És valóban olyan mélyre mennél a saját szívedbe, lelkedbe, ahol a farizeusok nem mernek lemenni az emberi léleknek a legmélyére. Ott is lehet gyilkolni. Lehet mosolyogva, kezet nyújtva, szépet mondva megölni valakit. Lehet, hogy nem kell hozzá kés és penge, meg kötél, meg méreg, anélkül is lehet. És Jézusnak erre egyértelmű a válasz. És amikor készültem erre a mai igehirdetésre, hétközben ezerszer eszembe jutott az, hogy tele van szavakkal legyilkolt emberekkel ez a világ. Tele van a környezetünk ilyen emberekkel. Tele vagyunk sokszor mi is szavaktól kapott sebekkel. És ha így látnák ezt a világot, látnák ezeket a sebeket és ezeket a gyilkosságokat, és akkor azt gondolom, elszörnyednénk, hogy mi az, ami körbevesz minket, hogy hány sebet hordozunk, és hány sebet adtunk másoknak. Hogy hányan vannak, akiket akár gyermekkorunkban, vagy később egy-egy szó annyira szíven talált, hogy az egész életük szétesett, és az egész életük romokban van. Azt mondja Jézus, hogy itt kezdődik minden. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik Atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja Atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. A gyermekekhez elmennénk most, vagy egy középiskolába, és azt kérnénk, hogy mondjanak csúnya szavakat másokra, akkor azt gondolom, hogy az ostoba és a bolond már benne se lenne.
hiszen ez egy annyira hétköznapi fogalom, ennél sokkal, de sokkal durvább dolgokat mondanak. És Jézus azt mondja, hogy itt kezdődik már minden. És azt mondja Jézus, hogyha ilyen szavakat használsz, és ilyen indulat van a szívedben, akkor már gyilkos vagy. És ezt elrejtheted a másik emberről, de az Isten elől soha nem fogod elrejteni. És erre utaltam akkor, amikor a heti igét mondtam, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ez így van. Az Isten azt szeretné, ha nem csak felszínesen lennénk az övé, hanem valóban harcolnánk, valóban küzdenénk ezek ellen a dolgok ellen is. Valahogy úgy, ahogy csütörtökön olvashattuk a Filippi levél igéjét az útmutatóban, ahol ez volt, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. És ebben hozzá tartozik ez is, hogy harcolok Isten kegyelmével azért, ami az én életemben és ami a szívemben van. És lehet azt mondani, hogy ez nagyon kemény és nagyon nehéz, és tudja az Isten is, hogy ez így van, de ez nem mentesít minket az elől, hogy tegyünk ez ellen. Hogy ne mindenféle indulat és mindenféle harag legyen a szívünkben. És hagyj olvassam el azt az igét, ami meggyőződésem szerint ennek a mai szakasznak az egyik kulcsmondata is így szól. Mert mondom nektek, ha ti igazságotok messze felül nem bújja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Van a farizeusok igazsága, és ez a farizeusok igazsága ott van a mai világban is, és ez arról szól, hogy a látható bűnöket látható módon el kell ítélni úgy, hogy én ebben mindig tisztának látszódjam. Nézzük meg, az egész új szövetség erről szól, az evangéliumok erről szólnak, hogy farizeusok lépnek fel azzal az igénnyel, hogy mi látjuk a bűnöket. Mi az, amit látunk? Azt látjuk, hogy valaki megmer bocsátani az Isten nevében. Azt látjuk, hogy valaki megszegi a szombatot. Azt látjuk, hogy valaki nem akar megkövezni egy bűnösnőt. Ezeket látjuk, és ezeket látható módon szeretnénk most elítélni úgy, hogy mindig nekünk legyen igazunk, és úgy, hogy mindig mi maradjunk tisztán. A farizeusok állandóan ezt csinálták, és azt mondja Jézus, hogy ez a farizeusok igazság. És ebben az igazságban benne van az a küzdelem, hogy én szeretnék tisztának látszani, és ezért mindent megteszek. És ezért foglalkoztat azt, hogy egy szombatnapi járó földet, azt megtehetek-e, hogy ez 956 méter, vagy 958 méter, nehogy megszegjem a törvényt, ez az én igazságom, harcolom. És azt mondja Jézus, hogy ez a farizeusok igazság. Ez egy külső, látszólagos igazság. Talán már olvastam a testvéremnek ezt a mondatot, de nagyon-nagyon szeretem, ez így szól. A képmutatás titka abban rejlik, hogy vágyakozunk jónak látszani anélkül, hogy megfizetnénk a jóság igazi árát. A farizeusok vágyakoztak jónak látszani anélkül, hogy egy kicsit is kellett volna foglalkozni a saját lelkünkkel, hogy egy kicsit is bűnbocsánatot kellett volna tartani, hogy egyszer csak azt kellett volna mondani, hogy ezt én is elrontom. De arra ezt elvárták, hogy mindenki fölnézzen rájuk, és mindenki dicsérje őket. Másszor mi is szeretnénk, ha minket jónak látnának, anélkül igazán megharcolnánk ezt. Van egy olyan mondat, ami bekerült a politikába, és egy nagyon utálatos mondat meggyőződésem, még ha jól is hangzik. Ez így szól ez a mondat, hogy nem elég tisztességesnek lenni, hanem annak is kell látszani. Ez azt jelenti, hogy fontos, hogy én jó dolgokat tegyek, de azért jó ennek egyfajta kirakatot is rendezni, hogy azért mások is észrevegyék. Ugye ez egy politikusnak a mondata, egy fokkal jobb annál, amit mások csinálnak, hogy még nem is tisztességesek és nem is jók, csak annak akarnak látszani. De nekünk nincs szükségünk arra, hogyha tisztességesek vagy jók vagyunk, akkor ezt kifele mutogatni is kelljen, hogy annak is kelljen látszódni. Mert nekünk nem az a fontos, hogy a másik ember mit lát. Nem az a fontos, hogy ez hány lájkot vagy hány szavazatot hoz. Nekünk az a fontos, hogy valóban az belülről fakadjon. És az Isten mondja rá azt, hogy igen, a jó úton és a helyes úton járunk. Mert van a farizeusok igazsága mellett, a Krisztusi igazság is. És a Krisztusi igazság valami egészen más. És nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy a ti igazságotoknak messze felül kell múlni a farizeusok igazságát. És ha valaki ezt félreérti, akkor megijed, hogy édes Istenem, hogy tudnám én felülmúlni egy farizeusnak a igazságát, egy farizeusnak a tetteit, amikor ő naponta rengeteget imádkozik, rengeteg alamizsnát ad, olyan, mintha az egész élete tényleg az Istennek tetsző lenne, és azt mondja Jézus, hogy gondolkozz valami egészen máson.
Neked nem így kell mindezt felülmúlni, hanem úgy, hogy belülről fakad benned az igazság és a jóság. Hogy te odafigyelsz arra is, hogy a szívedben mi van. Hogy odafigyelsz arra is, hogy ne legyenek ilyen indulataid. És lehet, hogy ezt az indulatot más nem veszi észre, de látja az Isten. Azt akarja az Úr, hogy ne ilyen külső, karitatív, humanitárius dolgokat tegyük, hanem valóban a szívünk mélyéből fakadjon ez. És legyünk őszinték, és nézzünk magunkba, hogy milyen indulatok vannak sokszor bennünk. Egyszer egy lelkész így fogalmazott, és sokan talán megdöbbennek ezen, azt mondta ez a lelkész, hogy mindannyiunknak megvan a saját összödi beszéde. Az összödi beszédet rejtett mikrofonokkal fölvették, lejátszották, de csak ha a tegnapi nap gondolatai most lejátszanák itt az Isten tiszteleten, itt szólnának a testvérek. Akár az én gondolataimat, indulataimat, vagy bármi mást. Isten azt akarja, hogy ez a belső beszéd, és ez a belső gondolkodás legyen tiszta. És nem pusztán azért, amit sokszor elmondtak, és én is sokszor el szoktam mondani, hogy mindez azért fontos, mert ezekből az indulatokból lesznek egyre komolyabb indulatok, és ezekből lesznek utána akár a fizikai bántások is. Ettől függetlenül, és nem csak félelemből, hogy Uram, nehogy az én indulataim odáig jussanak, hogy valakit megütök, vagy nem tudom én rátámadok. Sokkal inkább azért, mert szeretem az Istent, és szeretnék így élni. És ez egy nagyon nagy folyamat, és nagyon-nagyon nehéz. És ha ezt meg tudjuk tenni, és Jézus azt mondja, hogy erre ővele képesek lehetünk, akkor jön a következő lépés. És a következő lépés az így szól, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, adott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Ugye a bűnbánatnak volt egy aktusa az, hogy elvitték az áldozati ajándékot oda az oltárhoz, ez teljesen hasonlít a mi úrvacsorára. És ha ezt komolyan veszik, akkor ez azt jelenti, hogy csak úgy vehetünk úrvacsorát, és csak úgy térdelhetünk ide, hogy tényleg mindent lerendeztünk. És tényleg tudtunk mindenkitől bocsánatot kérni. Itt azt mondja Jézus, hogy te viszed a nagy áldozati ajándékot, de a szíved nincs ott az oltáron, akkor ez semmit nem ér. Azt mondja, hogy rendezd ezeket a dolgokat. Rendezd, amíg lehetőséged van rá. Csak az Úristen tudja, hogy amióta lelkészként szolgálok, hány olyan evangélikus testvéremet, akár presbitert is láttam, Kaposvártól, Hódmezővásárhelyig sok-sok gyülekezet oda térdelni, úrvacsorát venni úgy, hogy közben évtizedek óta nem beszélt a testvérével. Vagy éppen a házastársa iránt volt benne valami harag. És hiába vett úrvacsorát, hiába ment oda az oltárhoz. Hiába volt látszólag, külsőleg, rendben minden, ha belül milyen indulatok feszítették szét. És annyira gyakorlat, és annyira hétköznap, és annyira fontos, hogy ezt valóban megértsük. Ha van valami ilyen, akkor merjük ezeket a dolgokat rendezni. Ne engedjük, hogy az egész életünket tönkre tegyen. Akitől most idézni fogok, arról Bekerlé megtudtam, hogy nagyon rossz kisfiú volt. Kőbányai moziban senki nem mert előre ülni, mert ez a fiatal ember a mankójával mindenkit fejbe csapott. Deák Bír Juláról van szó, akinek jól tudjuk, hogy egyik szemét is kiütötte, egy tanár az egyik lábát is levágták, nemrég szívinfarktuson esett át, már közeledik talán a 70-hez. Nagyon érdekes, hogy az élete vége felé a hosszú lábú asszony nagy balladától, aminek hát olyan sok értelme a szövegének nincsen, eljutott sokkal komolyabb mondani valójú dalokhoz is, és hagyj idézek most tőle néhány gondolatot, néhány sort, nagyon szép lassú énekének a szövege így szól, ezt énekli. Törékenyek napjaim, szemem csak félvilágot lát, egyre többet forgatom a Szent Bibliát. Megloptak sokan engem, rossz érzés bennem nincs, várok néha egy szót, de nem felel csak az Isten. Vannak még barátok, de sokan már elmentek. Egyre többet örülök egy pillanatnyi csendnek. Megloptak sokan engem, rossz érzés bennem nincs. Hányan lehettek, akik akár szavakkal bántották, gúnyolták, és hányan vagyunk mi is így. És azt mondja, hogy harag bennem még sincs. Igen, az ember el tud jutni idáig.
Nem is emiatt olvastam fel elsősorban ezt a dalszöveget, hanem az utolsó mondat miatt, ami így szól. Vannak még barátok, de sokan már nem mentek. Egyre többet örülök, egy pillanat nincsenek. Jézus úgy fogalmazta meg, hogy addig menj oda a másikhoz, amíg az úton együtt van veled. Mert sokan már elmentek. Talán a mi életünkben is vannak olyanok, akik már elmentek, és akikkel nem ragadtuk meg az alkalmat, hogy rendezni lehessen ilyen dolgokat. És nekem lelkészként az a tapasztalatom, hogy amikor az ember egy-egy ilyen helyzetben nagyon tud ragaszkodni a saját igazságához, nagyon azt tudja mondani, hogy akkor is nekem van igazam, és nem fogok bocsánatot kérni, ez annyira megváltozik, mikor a másik meghal. Az ember annyira értetlenül tudja nézni a saját akadságát, a saját merevségét, akkor is, ha talán neki volt igaza, és akkor is, ha talán ő nem tudott megbocsájtani. Ezek eltűnnek, és az ember ott áll, és nem érti, hogy miért, uram, miért nem tudtam ezt előbb megtenni, és miért kell most átélnem azt, hogy már késő. És Jézus ettől szeretne minket megmenteni. Amíg az úton van veled, ne jusson el az egész valami rettenetes helyzet. Addig menj oda. Akkor is, ha téged bántott meg. Mert a farizeusok igazsága az arról szól, hogy mindig nekem tartoznak, mert én megérdemlem, ahogy a reklámokban mondják. Ezzel szemben Krisztus igazsága arról szól, hogy én kész vagyok lemondani a saját igazságomról, és oda tudok menni a másik emberhez, és tudok bocsánatot kérni, és meg tudok bocsájtani, addig, amíg a másik ott van velem az úton. Ember nem öl embert. Fantasztikus lenne, eljönnek odáig, hogy ez fizikailag is igaz legyen. Hát még azt a mércét meg tudnánk lépni, hogy ez igaz legyen a mi életünkben is. És Jézus ezt szeretné. Ezt szeretné, ha így tudnánk letenni a terheket, a súlyokat, és így tudnánk nem csak külsőleg, látható módon, hanem valóban a lelkünkben, szívünk mélyén is tiszták lenni. Így tudnánk megbocsátani, és így tudnánk odafigyelni a szavainkra is. Amen. Istenem, nem könnyű őrén megállni te előtted. Tudva azt, hogy itt nem a másik ember, a lelkész, a presbiter látja az én életemet, hanem te magad. És látod a haragomat, indulataimat. Látod azt, amikor a szavakkal egy szikénél élesebben sebzem meg a másikat. Mert nem tudok lemondani a saját igazságomról. Tudok lemondani a saját indulataimról. Köszönjük, hogy te ma figyelmeztetsz minket. És köszönjük, hogy te példát is előtt is adsz. Hogy ezek ne uralkodjanak el rajtunk, hanem tudjuk szelídek, alázatosak lenni. Tudjuk, ha kell egymás terhét hordozni. Hogy a szavainkkal ne bántsunk másokat, hanem a te igéddel, a te szavaddal gyógyítani tudjuk. Így áldj meg minket, mindannyiunkat, és ehhez ad nekünk. Ezt 6 órától pedig Biblia óráról az útmutató esti igényéről fogunk.
beszélgetni. Jövő vasárnap 8 órától be kell letelepen, 10 órakor pedig itt a kispesti evangélikus templomba fogunk Isten tiszteletet tartani. Jövő hétvégén a családdal 2 napot nem leszünk, Serkei János testvérem fog helyettesíteni. Köszönjük Jánosnak így előre is a szolgálatát, és legyen Isten áldása a jövő vasárnapi Isten tiszteleten is. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, az Isten tiszteletnek ez a része ki lesz vetítve. Egy nagyon jól ismert éneket fognak énekelni, amely tulajdonképpen a heti igének a megzeneisítése. Azt kérem, hogy kapcsolódjunk be bátran és énekeljük velük, és utána pedig az áróimádságból is Isten színe elé mindazt, ami a szívünkön van. Isten békessége, mint egyértelműnek alatt őrizzenek szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.
Istenünk, köszönjük neked ezt a mai igét, és köszönjük a hétnek az igéjét is, amelyik megerősít minket. Megerősíti azokat a testvéreinket, akik most betegséggel néznek szembe, akár kórházba készülve, akár valamilyen leletre várva. Hallhatják a te bíztató szavadat, ne félj, mert én a bajban, a betegségben is veled vagyok. Urunk Istenünk, így erősítsd ezeket a testvéreinket, a fájdalmak, betegségek, műtétre való készülések közepette. Te légy velük, Istenünk. És te légy azokkal is, akik nem fizikai fájdalmakat hordoznak, hanem lelki sebekkel van tele az életük. Talán éppen szavaktól kapott sebekkel. Te gyógyítsd ezeket is, Istenünk. Hiszük, hogy te képes vagy testünk, lelkünk, egész személyiségünket meggyógyítani, megváltoztatni. Nincs előtted semmi elrejtve. Gyógyítsd azokat, akik sebeket hordoznak, és bocsáss meg nekünk, ha mi is sebeket osztottunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked mindazt, amit nyáron is kaphatunk te tőled. Az Isten tiszteleteken, csendes bibliaolvasásban, különböző táborokban, akár itt a gyülekezetben, akár országos táborban, vagy éppen az elmúlt héten Ucvarván. Köszönjük neked, hogy élő és személyes lehet veled a kapcsolatunk. És kérünk téged, vigyázz azokra, akik pihennek, vigyázz azokra, akik hosszú útra indulnak, vagy éppen távol vannak. Te őrizd meg őket minden bajtól, minden balesettől, és ott, hogy itt tudjanak egészségesen neked hálát adni azért, hogy testileg és lelkileg is gazdagodhattak. Urunk Istenünk, áld meg gyülekezetünk alkalmait. Áld meg azokat, akik hétről hétre összejönnek imádkozni. Áld meg azokat, akik énekszolgálatra készülnek, kántorizálásra gyakorolnak. Áld meg azokat, akikkel Bibliáról beszélgetünk. És áld meg mindannyiunkat, Istenünk. Köszönjük, hogy most is szól a Te igéd. Szólíts meg, alakíts, formálj minket. És köszönjük neked azt, hogyha most talán kevesebben is vagyunk, mint máskor, de számodra fontos ez a közösség, és fontos az, hogy meg tudjunk szólítani téged egy szívvel és egy lélekkel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Végezetül, kedves testvéreim, felállva fogadjátok az Úristen áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.